A Győri Nemzetközi Ipari Park 20 éves működése azt bizonyítja, hogy hasznos és életképes hangzott el a fórumon. A frissen letelepült cégek vezetői több ok miatt választották telephelyüknek az ipari parkot. Elsősorban azért hozták meg ezt a döntést, mert Győrt egy fejlett ipari régiónak találják, és ebből kifolyólag kellően tapasztalt és jó képzett szakemberekkel rendelkezik. Így gyakorlatilag ez a tevékenység, illetve ez a fajta befektetés eléri a célját, hisz az elvárásaiknak ipari és gazdasági értelemben is megfelel ez a fajta telephely, illetve a győri székhely. A fórumnak már hagyománya van, amelynek az is célja, hogy az itt működő vállalatok egymás közötti kapcsolatát erősítsék. A célja alapvetően az egymás megismerése volt, egymás céljainak a megismerése, illetve az, hogy a jövőben adott esetben az egyes cégek egymással még akár kimerem jelenteni üzleti tevékenységet is tudjanak folytatni. Az új igazgató is bemutatkozott a vállalatvezetőknek, és előadásában elmondta, hogy a jövőben segítik a letelepedni kívánó kis- és középvállalkozásokat, és szeretnék megteremteni az ipari park további bővítésének lehetőségét. Az ipari park bővülésének a tekintetében részleteket még nem szeretnék elmondani, de annyit mindenképpen, hogy nem állt meg az ipari parknak a bővítése, további területek bevonása van folyamatban. A fórumon elhangzott az is, hogy a közeljövőben megújul az ipari park honlapja, és naprakész információkkal fogják ellátni jelenlegi és jövőbeli ügyfeleit, a műszaki szolgáltatásokat pedig kiszélesítik.